A magas szintű sportolás és a tanulás összeegyeztetése sok diák számára gondot okoz. Ma már a legtöbb sportágban egészen fiatal korban napi két edzés az elvárás, és emellett nem könnyű magas szinten teljesíteni az iskolapadban is. A Bencs szakközépiskolában ősszel induló sportágazati képzés lehetőséget biztosít a fiatal sportolók számára, hogy az érettségi megszerzése mellett sportedzői vagy masszőri képesítést is szerezzenek úgy, hogy közben az intézmény mindenben segíti őket sportolói karrierjük kiteljesítésében. Hogy mit tudunk nekik nyújtani, ami speciális és ami igazán vonzó. Én szeretnék megragadni minden lehetőséget, ami a törvény ad. Speciális tanrend, speciális órarend biztosításával, a délelőtti edzések megszervezésével, akár a pihenőidő biztosításával is. Tudjuk, hogy ezek a középiskolás sportolók, én személy szerint is átéltem annak idején, a rengeteg utazás miatt, igenis lehet, hogy vasárnap hajnalban érkeznek haza, vagy hétfőn hajnalban, lehet, hogy a hétfői napon egy kicsit rugalmasabban kell kezelni, mert nem tudott készülni úgy. Én azt gondolom, hogy a mi iskolánk és a mi tantestületünk abszolút alkalmas arra, hogy rugalmasan az értékeket keresve a gyermekben, hiszen nem biztos, hogy mindenki a tanulásban, nem mindenki a sportban, valaki mindkettőben tehetséges, keressük bennük azt, ami igazán bennük van, és ha a sportolóként, akkor támogassuk abban a sportban, abban a sportoló tevékenységben, amit megérdemelnek ezek a tanulók. A Bozsik Akadémia értékrendjében az első helyen áll a családtanulás futballességének fontossága. Kisbaranyi Sándor szerint az új képzés új távlatokat nyit meg a fiatal futballisták előtt. Egy megfelelő életforma alakítható ki, amiben a sport a prioritási sorrend első helyén tud maradni, ezzel a játékosaink lehetőséget kapnak arra, hogy a maximális időt töltsék a pályán, és a képzettségük, a sportszakmai képzettségük, a futball képzettségük az maximálisan kifejleszthető legyen. Ugyanakkor nem kell lemondaniuk a tanulás lehetőségéről sem, érettségit szerezhetnek, amivel a későbbi életükben sokkal, de sokkal könnyebb helyzetbe kerülnek. Sitko Ernő arról beszélt, fontos, hogy a sportolók már aktív éveik alatt készüljenek a pályafutások befejezése utáni időszakra. Mindig is szerettem volna azt megoldani, hogy a legjobb játékosaink kiemelten tudjanak készülni a további pályafutásukra, és természetesen ez a kezdeményezés ez csatlakozik ahhoz az elképzeléshez, amit szerettem volna kialakítani. Eddig is voltak már természetesen olyan középiskolák, akik partnereink voltak abban, és segítettek minket abban, hogy a legjobb kosárlabdázóink megfelelőképpen tudjanak felkészülni, de ez nem csak a kosárlabdáról, hanem a teljes sporttársadalomról szól, mert ebbe az iskolába nem csak kosárlabdázókat, hanem minden sportág képviselőjét várjuk. A Bencs sportágazati képzés nyújtó osztályába pótfelvételén jelentkezhetnek azok a sportolók, akik ősztől az intézménybe szeretnének járni.